ezeknek a vasúti hídlábak között repkedett elvileg a Harry Potter. Ott egy autós jelent, amikor egy repülőautóval mennek, és jön a vonat. És ezt elvileg ugye a J.K. Rowling erről a viaduktról vett az ötletet hozzá. Eljöttünk a Glenfinnan viadukthoz, és mint láthatjátok, ott még egy szivárvány is van. Remélem látszódik majd a képeken. Most felmegyünk, mert elvileg 6-kor ezen átjön egy vonat. Szerintem ezt, vagy melyiket kell? Erre kell menni? Igen. Hát, a híd alatt. Oda kéne elérnünk, ez a Glenfinnan viadukt, Harry Potteres. Zoli! Most rohanunk. Igen. Ideges, úgyhogy megyünk. Elindultunk? Elindultunk. Sziasztok! Itt van Zoli is, operatőrünk. Hello. Mint én is, operatőr. Résztvevő, szerkesztő. A túloldalon vannak emberek a domboldalon, ha látjátok őket, ott. Mi ahol feljöttünk, mi itt vagyunk, ezen az oldalon. Ott sokan megálltak, de még picit tovább jöttünk. Meg lehet nézni, hogy mikor jön át itt ezen a viadukton a vonat. És akkor ugye nem csak a viaduktot látjuk, hanem azt, amikor éppen megy át rajta a vonat. Zoli éppen a fotózós helyeket alakítja ki. Amúgy ott kell följönni, ehhez a kilátóhoz. Van egy gyengébb, ami az autó parkolóból jobbra megy föl, az 5 perces síta. Hát ez jó 10 perc, de egy picit erősebb. Fölfele kell jönni. De mondjuk mi siettünk is. Tehát, hogyha van időtök, akkor simán megtehető ez az út is. Egy jó 4 óra, 20 perc alatt bőven felmajtok. Babakocsit ne hozzatok, most is valaki így rángatta maga után. Azt hagyjátok lent a parkolóban. Amúgy úgy volt, hogy 6 font volt a lakóautóknak, motorhomoknak, a sima személygépkocsiknak 3,50. Ott is vannak emberek ott szembe. Jaj, hol van? Uh-huh. Valahol arra. Ez egy állati jó viewpont, ahol vagyunk. Igen. Ez egy nagyon jó viewpont. Hibátlan. De azt meg kell, amikor onnan jön a vonat erre. Na, az lehet igazán király. Ha itt ültök, ehhez a kilátóhoz jöttök, akkor nézzétek meg, hogy Fort Williamből, vagy Milliákból jön a vonat. Mert akkor ahhoz a vonathoz gyertek ki, amikor az érkező vonat jön. 4 van azt hiszem egy nap. 4 vonat jön ezen át. Amúgy a felszerelés, Millesör, ez Zoli, egy kamera, telefon, tartóval, egy láb, és üdítő, meg ropi. Ó, mama, mi az is vagy a fűsőnök? Megjött a felvétel? Jó. Megjött a vonat. Megjött a vonat. Én integettem ennek. Hello! Ott integet egy bácsi, meg integettek neki. Hogy vízhangzott, hallottátok? És valaki van a hídon, vagy csak ilyen lassan megy át? Szerintem gyert lassan, mert mindenkinek... de jó! Thank you.
nagyon-nagyon hangulatos volt, megállt a vonat, elment a vonat, mint azt, ahogy láthattátok a videón, és elvileg nem lehet drónozni, ahhoz képest valaki innen drónozik. Én most síkideg vagyok. Zoli az síkideg, mert valaki... Ki van írva, hogy nem lehet drónozni, és ő drónozik. Hát, hogyha ennyire leszereket az ember, akkor én is hoztam volna a drónt, azt akkor ledrónoztam volna. De akkor nem tudtam volna annyi mindenre odafigyelni. Dehogy is nem, ugyanígy beraktam volna a kamerát, kész. A kamera veszi saját magát, a drónt meg elküldöm, ezt kész. Figyelj, az megveszi drónna. Ott voltunk fent, körbejöttünk, csak mutattam, hogy milyen terepen kell venni. Ez a nehezebb rész. És itt vagyunk. Jött egy katonai helikopter, de már rég lehetett hallani, hogy jön a katonai helikopter. Zoli elővette a kamerát, beidőzít, élesítette minden, én telefont elővettem, és volt egy drón. A drón megállt a helikoptertől, hatalmas nagy helikoptertől, pár méterre, és felvette, hogy így mutatom, így elmegy így előtte egy katonai helikopter. Azért mondom, hogy nagyon közel, hát mint hozzátok most a kezem. És pont ott szállt le, megkérdezte Zoli, hogy kérdez a drón? Azt mondja, igen, mondom, hát te vagy a legszerencsésebb ember a világon, ilyet fölmenj drónna, és nem ment a felvétel. Hát mondom, akkor te a legnagyobb lúzer a világon. Vagy csak nem merte megmondani nekünk, nehogy itt baja legyen. Itt egy kis híd, részlet nektek. Na, megyek és megfogok egy darabka történelmet. Hát, itt egy kis víz. Mert az idáig. Ja? Zoli lefényképez, én meg csak meg akarom fogni. Eljöttök velem, és velem együtt megfogjátok. Ez a viadukt. Hányadik pillére? Nem tudom, sokadik. Itt van egy kis információ erről a pontról. Ide, ehhez még elmegyünk, ehhez a monument. Mi ez magyarul? Hogy mondjuk? Szobor. Szobor. A múzeumban nem hiszem, hogy bemegyünk. De van zárva, szerintem. És itt van egy kis történelem, és itt van egy kis... Itt a Harry Potter. És ezt vártuk volna, hogy így szemből jöjjön, de nem is füstölt annyira, vagy füstölt? Hát annyira talán nem. Ha nem a kijelölt úton mentek el balra, hanem jöttek tovább a folyó mellett, akkor elérkeztek egy fahídhoz, itt a viadukt alatt. Most oda felmenjünk, és megnézzük, hogy ez az-e, amit mindig mutogattam nektek a videókon, hogy ott ugye ott ülnek fönt a domboldalon. Átjöttünk ott a fahídon, ideig követtük a nyomokat, és ez nagyon úgy tűnik, hogy ez az az út, ahol oda tudtok fölülni, most hát még föntebb, követitek ezt az utat, és akkor jobban ráláttok a vonatra. Legalábbis nekünk most oda kellett mondani, hogy lássuk az érkező vonatokat. De a legjobb az, hogyha oda mennétek föl, szembe a híddal. Mert onnan láthatjátok majd, ahogy az erdei úton jön a vonat, végig a viadukton, és ahogy a hegyek között eltűnik. Tehát ha jöttök, akkor oda menjetek, talán megtaláljuk azt a helyet, és akkor felveszük. Megyünk az autó parkoló fele, és ilyen a látvány. Nagyon-nagyon szép. Amúgy ott a másik oldalt is vannak hegyek és felhők. Ott meg ez Zoltán, aki nem bírja kivárni, hogy haladjunk. És levarázsolt. Bla 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 bla